üzenetemnek a címe: Akarom, tisztulj meg. János első levelének az 5. fejezetéből szeretnék felolvasni neked a 12-től a 15. versig. Így szól az Isten igéje. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Hát ez elég radikálisan hangzik, de ez a helyzet. Ez a helyzet, akiben a fiú, abban az élet, akiben nincs meg az Isten fia, Bibli azt mondja, abban élet sincs. Ezeket azért írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és továbbra is higgyetek az Isten fiának, Jézusnak a nevében. Ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit, és itt jön az üzenetünk, az ő akarata szerint meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, amikor az ő akarata szerint kérünk, akkor azt is tudjuk, hogy amiket kérünk, azok már megvannak ő nála, amiket elkértünk tőle. Csia Lajos fordításában ez úgy szól, ez az ige, hogy átmentek azok a birtokunkba, amiket az ő akarata szerint elkértünk tőle. Rendkívül fontos tehát, hogy Isten akaratával megegyező dolgokat kérjünk. Ez pedig az fontos nyilvánvalóan, hogy tudjuk, hogy mi az Isten akarata. Egyéb iránt, hogyha valamiről nem tudjuk, hogy az az Isten akarata szerint való, azt igazából nem is tudjuk hittel elkérni Istentől. Tehát azt megvizsgálnunk létbevágó fontossággal bír, hogy mi az Isten akarata az életünkben. Hogy tudjuk ezt kideríteni? Úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb és legnyilvánvalóbb módja, hogy mi az Isten akarata a te és az én életemben, akik hiszünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak a nevében, az a kereszten megmutatkozik. A kereszten nyilvánvalóvá vált, hogy mi az Isten akarata az ember életében. Amikor Isten annyira szeretett bennünket, hogy a tulajdonfiát odaadta egy ilyen rettenetes kínhalálra. Ezt azért tette, mert Isten azt akarja, hogy az ember ne meghaljon, hanem éljen. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy mi nekünk életet szerezzen. Jézus vére azért folyt ki a kereszten, mert Istennek az az akarata, hogy meg akarja bocsájtani az összes bűnödet, amikor hiszel az ő fiának, Jézusnak a nevében. Istennek az az akarata, hogy üdvösséget és örök életet adjon nekünk. Istennek az az akarata, így van megírva, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Istennek az az akarata, hogy az ő fiának, a Jézusnak a sebei által mi meggyógyuljunk. Mert így van megírva, hogy a fájdalmainkat és a betegségeinket ő viselt. És mi az ő sebeivel gyógyultunk meg. Istennek az az akarata, hogy mi egészségesek legyünk. Jézus azért függött ég és föld között a kereszten. Különben ennek az egésznek semmi értelme nem lenne. Hogy átokká azért lett az Isten fia, mert Istennek az az akarata, hogy mi áldottak legyünk, az Ábrahám áldásának az örököseként, mint fiak éljünk, és hogy mindaz, amivel Isten minket megajándékozott, a bűnbocsánat, az örök élet, az egészség, az áldás, az Istennel való személyes közösség, a kapcsolat ő vele, a Szentlélekkel való kapcsolat, hogy mindezt, amit őtőle kaptunk az ő akarata szerint, amit ő nekünk ajándékozott az ő akarata szerint, ez rajtunk keresztül tovább menjen, és mi továbbadjuk az embereknek, az Istennek ezt az elképesztő és minden képzeletet felülhaladó szeret. Amikor Jézus arra tanít bennünket a mi atyánkban, hogy így imádkozzunk, hogy jöjjön el a te országod, szenteltessék meg a te neved, és legyen meg a te akaratod, akkor erre szólít bennünket, hogy mi rajtunk keresztül az Isten akarata meg tudjon valósulni ebben az életben, ebben a látható világban. Tehát ha kérünk valamit az ő akarata szerint, biztosak lehetünk, hogy meghallgat bennünket, sőt, már megvannak azok a dolgok, amiket az ő akarata szerint elkértünk tőle. Ez az a hit, ami előszólítja
a nem létező dolgokat a láthatóba. Pontosabban, amik még nem láthatóak, de már megvannak, azokat a láthatóba. Amikor Jézus találkozott egy leprás emberrel, aki leborult előtte, és azt mondta, Uram, ha te akarod, megtisztíthatsz engem. És Jézus könyörületességre indult. Így olvassuk, hogy a belső részei megindultak, ez az eredeti kifejezés a splankt izomai a görögben. Megindult a benseje, és azt mondta, akarom, tisztulj meg. Istennek az az akarata, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk. És hogy ez a bővölködő élet rajtunk keresztül sokakat elérjen, és mindez Jézus nevében, és az Atyának a dicsőségében.